Az előző szezonban újoncként negyedik helyen végző Máté Szalkai együttestől nyáron 10 játékos távozott, ketten pedig befejezték a pályafutásukat, így teljesen átalakított csapattal vágott neki a bajnokságnak az MMTK. A legutóbbi 10-zel szemben az NB2 északkeleti csoportjában 12 csapatos lett a mezőny, amelyhez a megyéből a Vitka, valamint a Füzesabony és a Heves csatlakozott. A Szalkaiak az első fordulóban legyőzték a Debrecen második csapatát, majd a megyei rangadón vereséget szenvedtek a Kölcsey Díjasétől. Azt követően óriási menetelésbe kezdett a csapat, a 6. fordulóban az akkori listavezető mezőkeresztes legyőzve a tabella második helyére léptek Deméjék. A következő fordulóban a Bőcs elleni sikerrel az élére állt a Máté Szalka, amely a folytatásban sem botlott, így 10 győzelemmel és egy vereséggel az első helyen tölti a téli szünetet a Vakarcs Krisztina által irányított együttes. Egy hosszú menetelésen vagyunk túl, nagyon örülünk annak, hogy ezt a csapatot csapattá sikerült kovácsolni ebben a szezonban, hiszen mint hogy többször is beszámoltunk erről, azért a augusztus felkészülés idején egy teljesen új alapokra épülő csapat szerkezet kellett, hogy létrejöjjön, sérülésekkel, illetve játékosok jöttek, mentek, ugye, az új játékosok beépítését el kellett végezni, de ami a legnagyobb hozadéka ennek, hogy valóban egy egységes csapatként tudtuk befejezni ezt az őszi szezont, és már meg is volt a szezonzárunk, és ott is kihangsúlyoztam, és a jó hangulatú szezonzárón is kitűnt az, hogy igazi csapatként tudunk nem csak a pályán, hanem a szabadidőt is úgy eltölteni, hogy a lányok hajnalig tartó mulatságon nagyon jól érezték magukat. Vakarcs Krisztina szerint, aki Móri Katalin sérülését követően másfél év szünet után ismét szerelést húzott, a csapategységnek óriási szerepe van a sikeres őszi szereplésben. Én az egész csapatot kiemelném, hisz a 10 győztes mérkőzésből úgy gondolom mindig volt egy ember, aki a hátára vette a csapatot, és a vezér volt a csapatba, és segítette a nehéz pillanatokban a társakat. A Máté Szalkai játékosok jelenleg pihenőjüket töltik, majd január 9-én elkezdik a felkészülést a tavaszi folytatásra. Az első fordulót február 18-án rendezik, akkor Debrecenben lép pályára az MMTK.